hogy érdemes körbe nézni. Szembe igen nézi az ember, akkor idáig kijön a kép. Ez nagyon jó lett. Tetszett, mert amíg te végig sétálsz előtte, az úgy kb. Az a sebesség, hogy te azt fogod látni, mint az a mozgás lenne benne. A világ eljutott arra a technológiai színvonal, hogy hologram ténylegesen létezik. És ezt ráadásul egy magyar tudósnak, egy magyar feltalálónak köszönhetjük. Ugyanakkor az elmúlt majdnem 50-60 évben egy kicsit ilyen hibernációs állapotban volt a holografikus technológia. Alapvetően megmaradt az egyetemek, laboroknak a felhasználási területén, ahol érdekes tanulmányokat és fejlesztéseket lehetett csinálni, de nem volt képes a mindennapunk részévé válni általánosan felhasználható technológiává. Az a missziónk, amiben viszont már előre haladott fejlesztéseket tudtunk megvalósítani, hiszen látják az egészségügyi hologramokat, hogy megpróbáljuk összekötni azokat az egészségügyi technológiai eszközöket, amelyek képalkotással foglalkoznak, ilyen például az ultrahang, ilyen a komputertomográfia, és van más MRI rendszer, ezek képesek 3D-s információt szolgáltatni egy páciensről, vagy annak valamilyen szervéről. És mi ezt a 3D-s információt megpróbáljuk kivenni ezekből az eszközökből, és egy speciális szoftver segítségével holografikus, háromdimenziós adattá transformálni, majd ezekből hologramot készíteni. Gyere át ide jobb oldalra. Alig van. Balra 20 fok, 25 fok. Hát igen. Jóra jó. Meg a diffrakció is egy kicsit van. Meg a csenelezés is jó. Ez egy gyönyörű. Például csak az anatómia oktatásban sokkal könnyebb megérteni a szerveknek, a belső szerveknek a elhelyezkedését, de adott esetben a patológiáknak az elhelyezését is sokkal elhelyezkedését, akár legyenek azok fejlődési rendellenességek vagy daganatok, a hiába, hogyha térben jobban látjuk, akkor jobban el tudjuk azt képzelni, hogy milyen problémákat okoz, hol fejt ki nyomást, kompressziót és ennek a káros hatásait is jobban megértjük. Tehát minden tekintetben egy csodás új vívmány lenne. Biztonságtechnikában az egyik kiemelkedő terület az útlevelek és az igazolványok, fényképes igazolványoknak a területe. Több országból kaptunk állami megkeresést, rendőrségtől, határvédelemtől. Szeretnék, hogyha kifejlesztenénk egy olyan eljárást, amivel az emberekről holografikus képet tudunk csinálni, plusz ebbe a holografikus képbe rengeteg kódot tudunk elrejteni. Ha ilyen holografikus kép lenne egy útlevélben, egy személyigazolványon, az gyakorlatilag megoldaná a másolhatatlanságnak a problémáját, ami nagyon jelentős, ezért keresett meg minket több állam. Ebben eléggé előre haladtunk, ez az egyik válasz arra a kérdésre, hogy mi miben látjuk a jövőt, itt a komplett technológiánk már rendelkezésre. Miért van az átláncóság benne? A szakállának ez a sűrűzése, nem lenne szabad annak az információnak ott lenni. Tehát az a baj, az már az a hógerbe benne van. Valamiért oda esett információt.
hogy se az, hogy lehet, hogy a másikban is benne van egy és csak ott van. Itt sok-sok összetevőből áll az, hogy egy hologram jó legyen, és itt most ebben a cégben sikerült ezeket a feltételeket viszonylag jól kielégíteni. Több olyan hologramunk is van, amiben talán azt lehet mondani, hogy világelsők vagyunk. Egészen második reakciós hatások. Kórház a válasz.